Én még nem fáradtam el, úgyhogy én folytatom, és akkor nézzük, hogy a C, azaz a konvergens sorozatoknak a terét. Innen válaszunk egy tetszőleges sorozatot, hát most ezt nyilván használjuk a Y betűt rá, tehát ez egy konvergens sorozat, ez nyilvánvalóan N egyenlő 1-től végtelenig, eleme C-nek, azaz azt jelenti, hogy van olyan, ugye, valós számunk, hogy ugye ez a sorozat konvergál ez a bétához, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha ezt a béta számot levonom, ugye minden egyes komponensből, minden egyes sorozat elemből, akkor egy null sorozatot fogok kapni. Tehát azt is lehet mondani, hogy a null sorozatok, minden egyes null sorozatot hozzáadok bétát, tehát akkor megkapom az összes ugye olyan konvergens sorozatot, ami ez a bétához tart. Tehát, mint hogyha sík lenne, és akkor ennek megfelelően elmozgatnánk. Jó? Na most, hát a jelölés miatt nyilván egy számot nem akarok levonni egy sorozatból, hát ezért teljesen természetes, hogy hát tekintsük már a konstans béta sorozatot, és ez legyen a béta felülvonás. Tehát béta n egyenlő 1-től végtelenig. Hát igen, nyilván, hát C-ben van csak benne, és akkor úgy mondtuk, és így az y minus beta felülvonás az egy C0-beli sorozat lesz. Wow! Hát C0-ban vagyunk. Tehát, hogyha az x-ünk definíció szerint egyenlő ezzel, akkor ugye C0-beli elem van. Hát úgyhogy akkor bármely y-hoz, tehát használhatjuk itt ezt, nyilván azért nem is döntök le. Tehát akkor létezik nyilván R eleme, hogy ennek a C 0Q-nak úgy, hogy a távolság ugye az X-nek X minus R ez kisebb, mint Epsilon, azaz ugye azt kapjuk, hogy az Y minus beta felülvonás minus R, igen, ez az x, ez kisebb, mint epsilon. Wow! Jó! És akkor nézzük. Hát, ugye itt van ez a probléma, nyilvánvalóan az, hogy ez itt ez a b felülvonás, ugye ez valós számoknak a konstans sorozata, alapvetően, tehát ez a konstans sorozat, beta az tetszőleges valós szám, tehát itt nekünk még ki kell használnunk azt, hogy az E és szeparálva, és a Q tetszőlegesen közel van, tehát nyilvánvalóan bármely epsilonhoz létezik, és akkor létezik, hát legyen B felülvonás, oké, előbb csak B felülvonás R, tehát racionális szám, úgyhogy a beta minusz BR beta R az kisebb, mint epsilon, és akkor megint csak, hogyha ugye vesszük a konstans BR számsorozatot, B felülvonás R, BR, N egyenlő 1-től végtelenig, akkor természetesen itt is most használhatjuk, hogy akkor két sorozatnak a különbsége, tehát ez itt a beta minusz beta R, ennek a kettőnk a távolsága, hát minden komponens ugye az beta minusz BR, tehát nyilvánvalóan ez kisebb, mint epsilon. Jó? Amikor, tehát így van, nem kell szuprémum, hát minden esetben ugye ugyanannak a szám, ugyanaz a számunk van, komponensek különbség, az mindig beta minusz beta R. Oké, jó, és akkor mit fogunk csinálni? Megmutatjuk, hogy nyilván az R-et, tehát egy C0-nút, azt nem a beta valós számmal toljuk el, hanem a bétához tetszőlegesen közel lévő beta R, ugye racionális számmal toljuk el, és akkor már ez nekünk jó lesz, azaz, hogyha vesszük az R plusz beta R-t, akkor nyilván egy olyan sorozatot fogunk kapni, amely a
amelynek minden komponense racionális, és természetesen az sorozat ez tart a beta R-hez, és ez nyilvánvalóan akkor benne van a C00Q plusz, így jelölöm, elfejtettem darabni, igen, beta R, igen. Tehát, hogy tehát a pluszért ugye ezt írom, mert úgy értjük, hogy hát akkor ugye, tehát tényleg is meg toljuk már följebb, tehát minden egyes ilyen C00Q-ban lévő elem a sorozathoz adjuk hozzá ezt a konstans sorozatot. Jó? Hát miért kell nekünk ez? Mert akkor természetesen először is mondhatjuk, hogy akkor nyilvánvalóan ez megszámlálható, ez a halmaz. Megszámlálható. Megszámlálható. Ugye szeparábbi, és akkor megszámlálható része, az kell megszámlálható. És hát természetesen, hát nyilvánvalóan, ma, ugye, ahogy mondtuk, BR-hez konvergálók, racionális komponensű sorozatokról van szó, tehát konvergens sorozatokról, persze, hogy ez benne van a C-ben. Ja. Oké. Okay. És hát, mi is a távolsága ennek, ugye, ennek a sorozata, ennek az Y-tól? Hát ez itt az Y minusz R plusz B felülvonás R távolsága bővítéssel Y minusz R, bővítsük elő csak a, ugye, a B vessző, felülvonás beta, meg felülvonás beta. Hát sajnos elkezdett, hogy néha azt mondom, hogy B felülvonás, vagy felülvonás beta. De hát szerintem az annyira nem problémás, minusz R minusz B felül beta. És B-t mondok beta helyett. Hát remélem, hogy mindenki értő, miről van szó. Na, tehát a lényeg az, hogy a háromszög egyenletlenséget, hogyha alkalmazzuk, ez kisebb vagy egyenlő, mint Y minusz beta felülvonás minusz R, és akkor itt van ez a plusz a beta felülvonás minusz felülvonás beta R-nek, és hát jól láthatóan itt van ez kisebb, mint Epsilon, ez is kisebb, mint Epsilon, húha, már csak azt kaptuk, hogy kisebb, mint két Epsilon, de hát úgy hiszem, hogy nekünk ez nem lesz probléma ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ez itt, itt van ez a létezik, az az elem, létezik itt van. Ez az elem, aminek ugye az Y-tól vett távolsága tetszőlegesen kicsi. Tehát minden egyes konvergens sorozat esetén tudunk adni olyan, ugye, hát ebben a halmazban lévő, ugye, elemet, megszállott halmazban a lényeges, aminek a távolsága kisebb, mint kisebb, mint az Y. Oké. Okay. Tehát nyilván, hogyha az Y nem ez a bétához konvergál, hát akkor alapvetően problémánk van. De jó, de hogyha egy másik számhoz konvergált, akkor természetesen, akkor ide másik BR racionális számot kapunk, úgyhogy tekintenünk kell, és legyen ez a CR, az uniója az összes, nyilván a BR eleme racionális, és akkor hát ez a C00Q, és akkor ugye eltolva mondhatjuk azt, hogy ezzel a BR sorozattal elemben, ami természetesen megint csak benne van a C-ben, akkor ez sűrű lesz. Jó? Tehát tetszőleges Y-t, hogyha veszek, az konvergál egy béta számhoz, vagy a béta tetszőleges közeletében találok racionális számot. Jó? És akkor ugye meg is van, hogy akkor nyilvánvalóan az így, ezek alapján definiált R plusz B felülvonás béta R, az benne van ebben a halmazban, tehát mindegyes Y-hoz tetszőlegesen közel találok ebből a CR-ből elemet. Ugyanakkor ugye ez maga az, az egy halmaz megszámlálható, itt ugye az összes ilyen racionális számra veszem, tehát akkor megint csak megszámlálhatóan sok megszámlálható számosságú halmazon van,
akkor ugye kaptuk azt, hogy ez itt az a CL, sűrű, megszámlálható, sűrű, hát oké, megszámlálható, legyen az, hogy megszámlálható, számlálható, és továbbá sűrű. A C-ben, mondtok, ebből következik, hogy C is szeparábel is. Hát nyilván el lehetett volna rendezni az a tényleg, ha már túlja fölfelé racionálisakkal, meg lefelé, és akkor nyilván, persze, abból következik. Hát ahogy meg is mutattuk, ugye, abból, hogy a célú szeparábel is, ez is szeparábel is lesz. Jó. És akkor megint szünetet tartok. Hogy is én nem, de önök tartanak.